Sziasztok! Ebben a videóban hangsávval szeretnék kicsit foglalkozni, kitérni rá, egy kis rövid összefoglaló videót készíteni, mi hogyan működik. Be is készítettem itt egy kis rövid videót. El is indítom. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávval szeretnék foglalkozni. Ugye hallható, hogy elég halk a hangunk. Erre úgy tudunk egy kis hangot ráadni. Kilejjük a hangsávokat. Lenyitjuk az inspektort. Az inspektoron belül átmegyünk az audiósávra. És itt a valoménél adunk rá hangerőt. Addig vesszük fel, ameddig gondoljuk, hogy elég a hangerünk. Sziasztok! Ebben a videóban és ezt úgy tudjuk ellenőrizni, lenyitjuk a mixert is, és elindítjuk a videónkat. Itt a mixerben a ledes jelző, ha nem ugrik bele a pirosba, addig lehet emelni a hangot. A hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszeni fog. Így körülbelül jó lesz, mint ahogy láthatjátok. Nem ugrik bele a pirosba. Remélem tetszeni fog. Sziasztok! Ebben a videóban azért emi, hogyha a pirosba felmegy a hangerő, mert onnantól valamennyire akkor torzítani fog. Ha már itt vagyok, annyit szeretnék még mutatni, hogyan tudjuk a hangot torzítani, mélyíteni, magasítani. Ha valami alatt van, a pitch ablakot lenyitjuk, és itt tudjuk változtatni a hangszint. Magasítani, illetve mélyíteni, illetve tudjuk a hangot gyorsítani és lassítani is. Most egy kicsit emelek a hangszinten, nagyon érdekes, vicces hangja lesz. A hangsávban szeretnék foglalkozni. Egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani a hangsávot, meg szinkronizálni a videó felvételét. Ha valaki szeretne ezt beállítani, mindenki úgy állítja, ahogy neki éppen tetszik. Csak szerettem megmutatni ezt a lehetőséget is, hogy ez is van. Még itt alatta tudunk játszani a hangszintünkkel. Szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszeni fog. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni. Ez röviden ennyi lett volna. Még lejjebb vannak az equalizerek. Ezeket én sem tudom meg, nem tanultam meg, de lehet bele fogok menni és megtanulom azokat is, hogyan lehet használni. Még annyit szeretnék mutatni, a videó elejét, a végét hogyan tudjuk lehúzni. Rákattintunk ugyanúgy a hangsávunkra, és ott megjelenik a kis fehér kocka. Azt megfogjuk, és addig húzzuk be, ahogy szeretnénk, hogy el
felhangosodjon a videónk az elejénél, illetve a végénél, amennyire hirtelen elhalkuljon. Ez lehet 1 század másodperctől, akár több percig is, de meg is mutatom. Most ezt 13 másodpercre húztam le, 13 másodperc alatt fog a videóm felhangosodni teljes hangerőre. A végén ugyanúgy 13 másodpercre behúzom, vagy lehet inkább csak 5 másodpercre. 5 másodperc alatt fog lehalkulni a videóm. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobb lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban. Igen, szeretnék megmutatni, hogy tudunk rajta finomítani, hogy hogyan halkuljon le a videónk, illetve hogyan hangosodjon fel. Lehúztuk a hangot, itt van egy kis fehér gömb, arra rákattintunk, megfogjuk, és azon tudunk húzni lefel. Lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Sávot vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Most feltalom, meghallgatjuk úgy is, úgy hogyan halkulnak. De ezt tudom, hogy lehet az elejére is tenni, vagy illetve a közepén is tudunk bárhol lehúzni, felhúzni vele. Felhúztam, meghallgatjuk így is, így hogyan hangzik. Lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik, hogy sziasztok, ebben a vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik, hogy most a zajcsökkentést, a háttér zajcsökkentést szeretném megmutatni, azt oda tudjuk megtenni. Lemegyünk az effektekbe, az effekteken belül lemegyünk az Audio FX-be, azon belül pedig rákattintunk, és ráhúzunk az audio sávunkra a Noise Reduction-t. Ráhúztuk, annyi teendőnk van, keresünk a hangsávunkon egy olyan szakaszt, ahol nincs hang. Hozítani, hát és vagy csak. Tani, hát és vagy csak. Itt nincs hang. Úgy látom, ugye beállítjuk az egerünket, nem az egerünket, bocsánat, a kúzorunkat, rákattintunk a Learn gombra. Addig visszük a kúzorunkat, ameddig nincs beszéd, addig mozgatjuk. Egyszer vagy kétszerre visszahúzunk, elég bőven, egy pár másodpercet hagyunk a programnak, hogy megtanulja,
aztán lekapcsoljuk, és elindíthatjuk a videót. Illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy szinkron. Ezt meg is tudjuk hallgatni, a különbséget. Mi a különbség? Ha be van kapcsolva, a háttérzaj szűrő, vagy ha nincs bekapcsolva. A videó felvétellel. Hogy be van kapcsolva. Remélem tetszik. Most lekapcsolom. Sziasztok. Ebben a videóban a hangsávval szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Sziasztok. Ebben a videóban remélem valamennyire lehet hallani a különbséget. Nem tudom, mennyire adja vissza egy a videó a különbséget, ha be van kapcsolva, illetve ha nincs bekapcsolva. Azt szeretném megmutatni, hogyan tudtok zenét tenni a videótok alá, miközben az lehalkul, ha elkezdtek beszélni a videóba. Behúzok egy zenét. Behúztam a zenét alá. Beálltam a hangszint nagyjából. Szeretnék foglalkozni. Egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy körülbelül nem túl hangos, nem is túl hallga a zene a videó alatt. Átmegyünk az audiósába. Rákattintunk a videóhoz tartozó hangsávunkra, majd kétszer belekattintunk a audiósába, itt lenyomjuk a send gombot. Nekem már le van kapcsolva, mert korábban beálltottam. Ez így néz ki, amikor nincs bekapcsolva, és most bekapcsolom. Illetve itt a mattét feltolom max 5 decibelig. Az szabályozza a hangot. Itt ennyi volt a teendő. Ezt be is zárom. Majd rákattintok a zenesávjára, második sávra. Itt az audióba a kettes sávba belekattintok. Ismét kétszer. Itt pedig megnyomom a listen gombot. Ez fogja fogadni az első hangsávjának a üzenetét, mikor megszólalok, akkor ez elhalkuljon. Ezt is feltolom. Itt tudunk a hangon finomítani, hogy milyen gyorsan halkuljon el, illetve milyen gyorsan jöjjön vissza utána a zene lejátszása, miután befejeztük a beszédet. Szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani, háttérzajt csökkenteni, illetve gyorsítani, lassítani a hangsávot, vagy szinkronizálni a videó felvétellel. Remélem tetszik. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani. Ennyit szerettem volna bemutatni,
Remélem hallatszott. Közben, ahogy állítgattam, a zene hangját, a beszéd hangulat hogyan változik. Így tudjuk beállítani a beszédre alkuló zenénket a videónkhoz. Sziasztok! Ebben a videóban a hangsávban szeretnék foglalkozni, egy kicsit jobban bemutatni, megismerkedni vele, hogyan lehet hangot torzítani. Ennyit szerettem volna ebben a videóban bemutatni. Remélem tetszett. Ha igen, iratkozzatok fel a csatornámra, dobjatok egy lájkot. Sziasztok, találkozunk legközelebb.